Üzemen kívül ez a figyelmeztetés fogadta ma azokat, akik az E.ON elektromos töltőállomásain szerették volna feltölteni autóikat. Az üzemen kívüliség viszont nem tart sokáig. A vállalat újítása miatt kapcsolták le idéglenesen a töltőket. Az E.ON ugyanis a járványhelyzet miatt, kerülve az érintést, telefonos applikációt fejlesztett, melyen keresztül tölteni lehet a kocsikat. A Drive-On applikációval működő töltőket tudom előre foglalni, kérhetek értesítést, ha felszabadul egy töltőhely. Az autó töltése, vagy annak leállítása, csak egy gombnyomás. Az alkalmazásban lehetőségem nyílik arra, hogy beállítsam, mennyi ideig használom a töltőpontot, ez nagyban segíti a többi villanyautós tervezését, a töltők használatát. Az applikáció ingyenesen letölthető Android és iOS rendszerre egyaránt. A gyors regisztráció után az alkalmazásba könnyedén megkereshetjük a hozzánk legközelebbi töltőpontot, melyről minden fontos információ rendelkezésre áll. Például az, hogy milyen teljesítményű az oszlop, milyen csatlakozó lehetőségek vannak rajta, és hogy van-e szabad hely. A több lépcsős szűrésnek köszönhetően meghatározható a minimális töltési sebesség, és ki lehet választani a csatlakozó típusát is. Kereséskor csak azokat a töltőpontokat látom, melyek az autómnak és a töltési igényeimnek is megfelelnek. Az alkalmazáson keresztül nyomon lehet követni a töltés állapotát is. A változásról minden töltőoszlopon értesítik az autósokat, az E.ON pedig közölte azt is, hogy a töltők használata továbbra is díjmentes marad.